A Dombóvári Életfana Családos Egyesület reggel 9 órától egészen délután 1 óráig várta az érdeklődőket a programjaival. A rendezvényünk ez egy igazi kalandtúra, környezet és környezetünk védelme tematikája. Ez egy rendhagyónak szántuk, és hagyományteremtőnek is egyben. Ez először alakult így a város és a környékbeli családok kérésére, ugyanis több helyen megállítanak minket a városba, mikor kitör a vakáció, hogy ugye rendeztek valamilyen programot a nyáron, mert tudják, hogy nálunk a 0-tól 99 éves korig mindenki jól érzi magát, sőt a 100 is. Itt most az a célunk, hogy egy kicsit a környezet fele toljuk, illetve irányítsuk a családokat, a gyerekeket, mert a legkönnyebb a gyerekeken keresztül életmódot váltani. A helyi polgárőrök állandó támogatói a rendezvénynek. 3 éve volt már a Nagycsaládos Egyesületnek egy programja, azon is részt vettünk. Akkor még nem voltak lovasaink, most viszont meginvitáltuk őket, hogy legyenek szívesek egy kicsit átjönni. Hosszú Hetényben van nekik a lovas udvaruk, és onnan gyalogoltak szegény lovak idáig, azért, hogy a gyerekekkel egy kicsit tudjanak foglalkozni, vagy a gyerekek lássanak élő állatot is, hogy kutyuson kívül még talán lovak is vannak. A Szőlőhegyiek Szőlőhegyért Egyesület volt a főszervezője Dombóvárváros önkormányzatával karöltve a Szent Anna napi búcsúnak. Itt a Szőlőhegyen a Szent Anna búcsú már régi időkre visszavezethetően, ugye ez búcsújáró hely volt, ugye a Szent Anna búcsú, a Szőlőhegyi búcsú, ugye az mindig nagy hírneve kapott itt a környékben, és ugye volt egy kis idő, amikor ez egy kicsit ellaposodott, és úgy gondoltuk a Szőlőhegy kis közösség, illetve a Dombóvárváros önkormányzatának a támogatásával, szervezésével, hogy ezt a búcsúi hagyományt egy kicsit feleleveníteni, újra behozni a közéletbe ezt a retro, régi, falusi búcsúi jelleget, búcsúi életérzést, ugye focikupa, főzőverseny, hál' Isten nagyon sok jelentkező volt, akiknek szeretném mérettetni főzőtudományát, foci csapatok, a ringlés, a dodgem, este utcabál, és hogy ezt az életérzést újból egy kicsit visszahozni a közéletbe. Igazi retro búcsú hangulatot sikerült teremtenie a Dombóvári városrészen a Szőlőhegyi közösségnek.